26 fok árnyékban, ennyit mutatott a hőmérő pénteken kora délután. A hirtelen hőség miatt mindenki gyorsan pólóra, topra és rövid nadrágra váltott, na meg fagyira. Nagyon kedvelik a csokoládésat, a Mozartot, a tripla csokinkat, ami három csokoládéból van, fehér ét és tejcsokoládé, akkor nagyon kedvelik a szilvás gombócunkat, ami fahéjas aszalt szilvás, a kinder gombócot tavaly ővele nyertünk, ő lett az nyár legfinomabb fagyia. Széles a választék ebben a belvárosi fagylaltozóban, itt is érzik az április végi kánikulát, sorban állnak az emberek a jéghideg finomságokért. Megnőtt a forgalmunk, általában így ebédidő utántól érkeznek a vendégek. Érezhető, hogy több a forgalmunk a meleg miatt. Ez pedig már az Aranypart, egy-két napozó itt is feltűnt a nyárias melegben, fürödni azonban egyelőre nem lehet. Csak Rex a maszkos német juhász mártózhatott meg, ő viszont nagyon élvezte a hűsítő vizet. A hosszú hétvégén komoly rohamra számítanak a vízparton, az üzemeltető plusz napágyakkal készül a várhatóan több száz vendégre. Ugye egyszer 15-én volt ez a nagy kánikula, akkor is azért megrohantak bennünket. Hát ugye mostan 60%-kal már nyitva vagyunk mindennel, úgy tulajdonképpen várunk mindenkit, most hoztunk 180 napágyat, úgyhogy azért most azért komfortosabbak leszünk már most. Az előrejelzések szerint szombaton és vasárnap tovább melegszik az idő, akár 30-32 fok is lehet, és egész nap sütni fog a nap. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az afrikai jellegű kánikulában 1-2 óránál tovább ne maradjunk a tűző napon, inkább az árnyékból és esetleg fagyit nyalva élvezzük az ilyenkor szokatlan meleget.